2011 után jutott ismét a Jégkorong móliga rájátszásába a Ferencváros, ami a csíkszeredaiakkal futott versenyt az alapszakasz hatodik helyért, amit végül be is húzott, így jöhet a playoff, ahol a fehérváriak kis csapata, második csapata vár a Fradira, és svéd edzőjével már is hosszabbított. Segítője Szakás Ferenc és Kis Gábor csapatkapitány vannak itt. Jó reggelt kívánok, urak! Sziasztok! Jó reggelt Na Jó hát reggelt. ez a tény, hogy sikerült újra elérni a rájátszást, ez, hát egyrészt szeptemberben megígértétek, tehát betartottátok a szavatokat, amikor itt voltatok, ez hatalmas elégedettséggel tölti a társaságot? Hát igaz, az első pontot azt teljesítettük, amit megígértünk, most jöhet a második. Uh -huh, tehát akkor azért még ne dőljünk hátra. Ne, hátra. ne dőljünk hátra. Na most ugye a mindent eldöntő csíkiek elleni utolsó bajnoki előtt paráztatok nagyon, hogy le fog apadni a az amúgy már egyszer megnövelt előny, szóval eléggé thrilleresre írtátok ezt a forgatókönyvet. Igen, egy kicsit netces volt, ha bár mondjuk tényleg elég nagy előnyünk volt most már az utolsó, négy-öt meccsre, azt hiszem, kilenc pont is volt. Van. Szerettük volna előbb biztosítani ezt a, ezt a, bejutást, de hát az utolsó meccsre maradt ez, és jó sikerült számunkra, úgyhogy elégedettek vagyunk. Ez a hatodik hely ebben a mezőnyben, ez a realitás? Hát mondhatjuk, hogy realitás, de végezhetünk volna előbb egy. Az a helyzet, hogy az elején nehézkesen állt össze a csapat, cserélődtek megint az idegen légiósok, akkor elkaptunk, utána egy nagyon jó sorozatot, akkor próbáltunk feljönni. De a végeyen szorosra sikerült. Na most hát persze, ha a realitás is azt gondolom, különösképpen bosszant hogy hogy hogyha az Újpest megelőzi a Gárdát, nem? <laughs> Igen, én úgy gondolom, hogy azért attól függetlenül uh, nekünk ez volt a célkitűzés, hogy bejussunk a rájátszásba. Tudjuk, hogy a play-off-ban bármi megtörténhet, ha bár a, a kis volán azért nem olyan kis volán, tehát uh, uh, megvannak azok a játékosok, akik a, úgymond a első csapatból lejátszhatnak, nem kevesen. Uh, ez, ez egy féle szabot... csapat, Így van, ez is volt egy gyenge csapat, én úgy gondolom ha a volán, úgyhogy uh, nem lesz egyszerű de hogy visszatérve a kérdésre, nem az volt a cél, hogy az alapszakaszban megelőzzük az Újpestet, persze minden Fradi-Újpest, Újpest-Fradi, én úgy gondolom, hogy ha visszanézzük, akkor mindegyik szoros mérkőzés volt, és nagy rangadónak számított, de nem ez volt az elsődleges célunk. Na most azt mondjátok meg, hogy eddig az alapszakaszban tudtok-e mondani olyan meccset, kedvenc meccsetek volt, amikor a legjobb volt a csapat szerintetek? Több ilyen mérkőzés volt, amikor kijött a lépés, nagyon jó meccset játszottunk Miskolcon, amikor megvertük az első helyen lévő csapatot. A Csíkszeredában is jó túrát végeztünk, az utolsó túránk az jó volt, elhoztuk a Csíktól is és a Rassótól is a pontokat. Itthon is játszottunk a Dunajvárossal, úgy érzem, hogy, hogy nagyon jó meccseket, legjobb szoros meccseget. Egy-két mérkőzésünk volt, amikor nagyobb volt a gólkülönbség, de úgy érzem, hogy egy nagyjából a csapat elég konstans volt. Na viszont volt itt egy időbeli hullámzás, nehezen indult, ahogy ezt említetted, a szezon első fele. Mi hozta a fordulatot igazából december közepére? Én úgy gondolom, hogy talán addigra érett össze a csapat. Ugye az elmúlt években sok játékos jött bent, most ugye az edzőpáros is változott, tehát kellett egy időszak, amíg összeszok a, a, a csapat, összeszoknak a játékosok az edzővel, amit kérnek az edzők, azt be tudjuk gyakorolni. Én úgy gondolom, hogy ez az időpont eddig lejött el. Talán minden csapatnak van egy, egy, egy magasabb, egy mélyebb pontja egy bajnokságban, bármelyik sportágban. Itt arra kell vigyázni, hogy ez ne legyen túl mély igazából és vagy ha esetleg úgy is sikerül, akkor fel tudjanak kapaszkodni. Na nézzük meg ezt egy kicsit, mert ugye Greg Lindqvist személyében, akivel már hosszabbított is a klub egy plusz egy évre a továbbiakra, egy nagyon tapasztalt és kilenc országot bejárt mester érkezett. Ez mit változtatott a csapat stílusán? Azon a szakmai munkát, amit ugye veled végeztek korábban és most is együtt végzitek ezt a munkát. Igen, tapasztalt edzőről van szó, jó hangulatot hozott a csapatba. Csapatként működünk, jobban ugye ezen, mint tavaly. Tavaly egy kicsit széthúzó volt a az öltöző, most úgy érzem, hogy az öltözőben sokkal jobb a hangulat. Meg a játékosok megértették, hogy nem egyénileg, hanem inkább csapatként csapat kéne működni. és Szerintem, hogy ez változtatott. A legfontosabb erénye mi volt a Fradinak az össze? Hát igazából most a felét tudom ismételni. Pontosan az, hogy tényleg mi csapatként működtünk hogyha a kiemelkedő játékosoknak nem ment annyira, akkor akkor esetleg a fiatalabb játékosok húzták a szekeret, vagy fordítva. Igazából mindenki bele tudott adni olyan plusz dolgokat, ami miatt ha az egyiknek nem ment, akkor a másik tudta segíteni. És tényleg egy olyan összképet tudtunk mutatni, amivel egy irányba tudott menni ez a hajó. Összességében elő vagy hátul volt több hiba? Hát uh... Mondjuk előszintén, hogy rengeteg sérülést ízedelt, mivel kevés a védőjátékosunk. Ezért elég, tehát mint látszik, elég sok gólt lőttünk, de nagyon sokat kaptunk is. Hát azt mondom, inkább a hátsó régiókban volt a több gond, több csatára tudtunk együtt dolgozni. Én úgy érzem, hogy a védelemben volt kisebb-nagyobb gond. Na most, ha ránézünk erre az alapszakasz tabellára, akkor van-e számotokra különösképpen meglepetés ezen, hogy hogy alakult végül? Szerintem nincsen. Igazából majdnem, hogy a papírforma igazolódott be, amit talán itt szeptemberben nagyjából felvázoltunk. A a, a az a megerősödőse azért ők nagyon ö, ö, szezon közben ugye beerősítettek, volt egy plusz ö, szabály rájuk vonatkozólag, hogy nyolc idegen légióssal játszhatnak, nekik ez nagy segítség volt. Talán ők az a csapat, akik mondjuk a szezon végére föl tudtak úgy zárkozni, hogy mondjuk azért minket is meg tudtak szorítani, és küzdeni kellett azért, hogy ott tudjunk lenni a hatodik helyen. De úgy gondolom, hogy többségire, vagy többségben a, a, azok a csapatok, ahol végeztek az első hatban, az nagyjából ez a, ez a helyük úgymond az alapszakaszban. Na de hogyha a, ez ez műsor lenne, akkor, akkor az elején végig gondol, hogy körülbelül ezek a csapatok juthatnak oda, de mondjuk milyen sorrendben. Ezt a nem is annyira kis volánt választottátok volna? Hát én is ugyanazt ismételem, mint a, a kocka, hogy a, az első két helyre annyira kilogott a Mac és a Miskolc, hogy ezt lehetett látni uh -huh. az első tíz fordulóban. Hogy útán. ez lesz a döntő gyakorlatilag, Igen. valószínűleg. A volán is egy kicsit inkább előrehúzódott a többi bejutott csapat szerintem bárki lehetett volna bárhol az utolsó három helyen. Most az, hogy a kisolánt mennyire szerettük volna elkerülni, a play off már megtörténhet. Uh -huh. Na most akkor azt mondjuk, azt nézzük meg, hogy ebben a menetben, ebben a párosban mi lehet a ti erősségetek? Hát a mi mindenféleképpen, ha az elmúlt meccseket nézzük, akkor a hazai pályán ö, tudjuk esetleg kamatoztatni a saját játékstílusunkat. Már elsősorban azért is, mert sajnos idegenben nem túl ö, fényes a, a mutatónk, legalábbis ö, ugye Fehérváron. Én úgy gondolom, hogy ha, ha azokat a taktikai elemeket, amikkel mondjuk az utolsó pár meccset ö, tudtuk hozni, és biztosítottuk helyünket a hatodik ö, helyen az alapszakaszba, ha azokkal ö, tudunk élni, és fegyelmezetten tudunk játszani 60 percen keresztül, akkor meg fog ö, szenvedni a volán is ellenünk. Hát ezért akkor Greg Lundfils mesternek abba igaza van, hogy az ország, ahogy ő mondta, a legjobb szurkoló táborával csodákra is képes lehet a zöld csapat? Hát ez természetesen, Öhez tudjuk, hogy a legjobb szurkoló nekünk van, bármi lehetséges. Ha már úgy érzem én is, hogy a, volán egy fiatal, tehát a kis volán egy nagyon jól csapat, de hogyha fegyelmezetten és betartjuk a taktikát, és mindenki fejbe eldönti, hogy mit szeretne, egy csapatként bármi lehet. És a végén azt mondjátok meg, hogy láttok már kicsit előre? Tehát, hogy a Fradinál mindig évről évre tudunk előre lépni, jó tudjuk, lesz -e, csarnok, de most attól függetlenül a csapatépítésbe, Tehát most egy kicsit olyan megnyugtatóbb a perspektíva, a jövőkép? Nyugodtabb valamivel a jövőkép, egy pár dolgot már megbeszéltünk, de most egyelőre a playoffra fókuszálunk. Hát akkor az arra sok szerencsét nektek, mert nem lesz egyszerű, az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen.